Folyamatosan csökken az infláció, elemzők szerint már a dinamikus infláció csökkenés szakaszába léptünk, és az év végére meg lehet az egy mérték is, egyes becslések szerint akár októberre. Hamarosan kezdődik az iskola, előrehozott család támogatással segíti a kormány a gyermekes családokat az iskola kezdésre való felkészülésben. Ezekről a témákról lesz szó. A következő percekben Fábián Barna folytatja vendégével. Jó reggelt kívánok! Nagyon szépen köszönöm, Sebességéza a vendégem, a Kollégium gazdaságpolitikai politikai műhelyének vezetője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mielőtt beszélnénk erről, meg dinamikus infláció csökkenésről, úgy dióhéjben tegyük helyre az inflációt, mert ez így egymagában egy átlagszám, hiszen a gazdaságban bizonyos dolgoknak feljebb megy az ára, mások így csökken, és ahány gazdaság Európában annyi féle, így aztán nem is lehet összehasonlítani, hogy itt magasabb, itt meg alacsonyabb, hát be kell nézni, Na, akkor önné azt mondja, hogy nem boncolgatnám tovább ezt a kérdést, önre hagyom, sokkal avatottabb, mint én. Így van, és ráadásul van még egy komoly probléma, nem csak az inflációnál, hanem minden gazdasági mutatónál, ez pedig az, hogy igazából az érdekel minket, hogy mi fog történni a jövőben, viszont ezt nem tudjuk, ezt nem látjuk, mérni azt tudjuk, ami a múlt volt, ami a múltban megtörtént, és ilyen szempontból az inflációnál is sokkal inkább az lenne az érdekes számunkra, hogy mi fog történni majd, hogyan fognak változni az árak a következő hónapokban, miközben ezt nem tudjuk, ezt nem látjuk, számunk csak arra vonatkozóan van, hogy mennyit változtak az elmúlt időszakban. És ezért szoktuk nézni inflációs mutatóknál is, ugye az elmúlt hónap, az elmúlt évnek az alakulását, azonban, ha mostani szituációt nézzük Magyarországon, de igazából egész Európában, akkor azt láthatjuk, hogy egy nagyon komoly mozgás, változás volt az infláció temében az elmúlt egy-másfél évben. Volt egy felfutása, és aztán volt egy lecsengő szakasza, és most már nagyon alacsony növekedés ütemet mérünk Magyarországon is, meg egyébként máshol is, hónapról hónapra. Viszont ha még éves inflációt nézünk, az elmúlt egy évet, 12 hónapot nézzük, ott vannak benne olyan hónapok, amikor voltak emelkedések. Azonban nyilván ez nem egy jó becslés a jövőnek, hiszen a jövőnek mindig a legjobb becslés az, amit éppen most tapasztalunk a legutolsó hónapok, amiket mutatnak. És ha a legutolsó hónapokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy Magyarországon 0,3%-kal nőttek havi szinten az árak júniusban, és júliusban is, az előtte lévő hónapban, májusban pedig csökkentek, tehát gyakorlatilag nagyon kedvező inflációs dinamika van már Magyarországon, az éves mutató ezt még nem mutatja nekünk, az túlságosan nagy időszakot ölel át, azonban, hogyha a friss számokat nézzük, akkor egy nagyon jó tendenciát látunk, és hogyha ezt meghosszabbítjuk, tehát hogyha a következő hónapokban is ez nagyságrend fog majd inflációban dominálni, akkor valóban, ahogy elhangzott a felvezetőben is, nem csak év végére, hanem már októberre is egy személyi infláció lesz Magyarországon, év végére pedig egyértelműen jó inflációs adatunk lesz, 6% körüli. De mondom még egyszer, nem ez a fontos szám szerintem, sokkal inkább az a fontos, hogy mi az, amit várhatunk infláció Tekintetében a következő hónapokban, a következő években. Ez pedig már mind nagyon kedvező, nagyon alacsony érték. Melyek azok a tényezők, amelyek átlagosan növelik az inflációt, és melyek azok, amelyek csökkentik, most belföldi és külső hatásokra is gondolok, és hát nyilván váratlan események, COVID, a háború, ezek is most még színezik a képet? Nyilván. Alapvetően az infláció az szinte minden hat. Az infláció az a egész gazdaságnak egyfajta hőmérője, megnézi azt, hogy milyen a gazdaságnak az állapota, túlhevülte a gazdaság, ezt így is hívjuk egyébként, ha magas az infláció, vagy nem működik elég jól, hogy alacsony infláció van. Sokszor gondoljuk azt hétköznapi emberként, hogy ha pici az infláció, vagy ne Isten csökkennek az árak, tehát defláció van, az jó nekünk, az egy kedvező hír, de ez nem igaz, hogyha csökkennek az árak, akkor a fogyasztók azok elhalasztják a vásárlásaikat, nem vesznek autót, nem vesznek mosógépet, nem vesznek Magasabb értékű dolgokat, és ez azt jelenti, hogy kevesebbet is tudnak eladni a vállalkozások, kevesebb munkaerőre van szükség akkor leépítések jöhetnek, vagy bércsökkenések jöhetnek. Tehát alapvetően az árcsökkenés az nem egy jó hír. A defláció... De arra várnak, hogy még alacsonyabb lesz, aztán majd megveszem jövő tavasz. Így van, pontos Így van, pontosan erről van szó. Tehát a defláció az nem egy jó hír. A legjobb a gazdaságnak az, hogyha egy pici infláció van, egy alacsony infláció van. Nyilván magas infláció se jó, ezt mindenki megtapasztalta most Európában, hogy az miért nem kedvező. A kicsi infláció az egy jó hír, és gyakorlatilag, hogy beszéltünk erről, most már Magyarországon itt tartunk, eljutottunk ebbe a helyzetben, hogy egy pici infláció van, nem magas, de nem is csökkennek, a, átlagosan nem csökkennek legalábbis az árak, tehát nincsen egy deflációs negatív gazdasági környezet, de hogy mi az, ami az infláció hat, gyakorlatilag minden, hogy egy-két tényezőt azért mondjak, hogy válaszoljak is a kérdésre, hogy alapvetően az egyik ilyen fontos tényező például a szankciók, tehát hogyha mi eldöntjük azt, hogy nem vásárolunk valamilyen terméket Bármelyik országból. Egyébként ez lehet Oroszország, de bármelyik ország lehet ez. Ha nem vásárolunk egy országtól, akkor nyilván eddig azért vásároltunk tőle, mert ő adta a legkedvezőbb árat, a legolcsóbb áron ő kínált az adott terméket vagy szolgáltatást. Tehát ha őt kizárjuk a piacról, akkor maradnak a magasabb áron értékesítő szereplők. Ez rögtön egy áremelkedést okoz. Ez az, amit egyébként az energiahordozók árával egész Európa, aki levált az orosz energiahordozókról, egész Európa megtapasztalt és egy brutális áremelkedést kell kellett és mások pedig, mint mi is, akik nem váltunk le, mi azért szemettük az áremelkedést, mert az orosz gáznak az ára is hozzá van kötve az európai piaci árakhoz. Tehát például a szankciók az egy ilyen tényező, ami az áremelkedés irányába hat hogy dióhébe fogjuk össze, aztán látunk témát a jogosítványról, mert nagyon sok embert érint, ugye a középiskolások, középiskolás, nem jutnak majd hozzá. Szóval ez a dinamikus infláció csökkenés, ez mit jelent? Ez alapvetően azt jelenti, ez az alapvetően azért jó hír nekünk, mert amikor a, azt nézzük, hogy jobban élünk-e, vagy rosszabbul élünk-e, mint tavaly, vagy négy év, vagy bármikor máskor, akkor ez két tényezőnek a, az eredőjéből rakható általában össze. Az egyik az, hogy a fizetésünkkel mi történt, növekedette a bérünk, és mennyivel. A másik pedig, hogy az árakkal mi történt, az árak növekedtek-e, és mennyivel. A kettő különbsége az, ami a reálbér növekedést megadja, tehát hogy a vásároló érték a fizetésüknek, mennyit tudunk vásárolni a boltokban, ez növekedett, csökkent, vagy pontosan hogyan változott. Sajnos azt tapasztaljuk, hogy mind a háború, mind a szankciók miatt egész Európában volt egy komoly csökkenés tavaly is, és idén is. Tavaly Magyarország még megúszta egyetlen országként az összes OECD ország közül, hogy csökkenjen a reálbér, nálunk mind növekedett, de minden más OECD országban csökken. Idén mi se tudtuk ezt eddig megúszni, de hogyha az infláció úgy alakul, ahogy ezt várjuk és látjuk, akkor év végére már az idei béremelések azok magasabbak lesznek, mint az idei inflációnak a szintje, tehát idén is növekszik a fizetésünknek az értéke. A kormányozzuk át magunkat a jogosítványhoz, milyen szép gondolattal vezetem föl, ugyanis a kormány kormány tervei szerint, sőt, ez most már hamarosan valóság, a középiskolások és a szakképzésben résztvevők ingyen juthatnak hozzá a vezetői engedélyhez, mind a gyakorlati, mind az elméleti, tehát nem az lesz, mint ami volt, hogy utólag a kormány megfinanszírozta 25 ezer forinttal, hanem, de is megint önjön. Így van, ezt én közelről ismerem, most a nagyfiam pont tegnap volt egyébként vizsgáltam, tenni, és sajnos lesz még neki vizsgája, de... Ó, oh, oh, hát igen, de lényeg, Hajrá, a... köszönöm, köszönöm szépen. De lényeg az, hogy valóban látom azt, hogy ez egy komoly költség a családoknak, de azt is látom, hogy ez egy fontos tényező. Nem csak a felnőtté válásnak egyébként, én is emlékszem, hogy amint én, mikor 17 éves voltam, akkor el lehetett menni már egyébként letenni a jogosítványt. Nem, Így van, pontosan. Rögtön elmentem, kocsink az nem volt, de legalább legyen meg a, a papír. Ez egy fontos lépés, nem csak azért, mert még egy bizonyíték arra, hogy valóban képesek vagyunk arra, hogy egy komplex területen megtanuljuk azt, hogy meg kell tanulni, és erről egy vizsga, vagy akár több vizsga keretében is tanulbizonyságot tegyünk, hanem azért is, mert ha van valakinek jogosítványa, akkor akár az álláskeresés szempontjából is egy sokkal tágabb körben tud majd munkalehetőséget keresni, vagy akár olyan állást is vállalható, kell konkrétan a jogosítvány. Tehát ez a gazdaság szempontjából is egy fontos tényező, hogy a fiatalok azok tudjanak vezetni, és legyen jogosítványuk. Ilyen szempontból ez egy nagyon jó kezdeményezés, hogy az állam az átvelejének a nagyon jelentős költséget egyébként, hogy a fiatalok megszerezzék a jósítványt, és ezzel motiválja a fiatalokat arra, hogy képezzék magukat, fejleszik magukat, hiszen, ahogy ezt látjuk, azért a mai modern világban, de ez mindig is így volt. A legfontosabb tényező gazdasági szempontból az az innováció, az az, hogy fejlesztük-e a képességeinket, és egy ilyen területről fejleszthetjük, az például pont a vezetési képességünk. Tehát, hogyha a fiatalok azt szokják meg, hogy nekik tanulni kell, fejlődni kell, az nem csak azért jó, mert tudnak majd vezetni és el tudnak helyezkedni akár sofőrként is, hanem azért is jó, mert ez a mentalitás fogja majd dominálni az ő életüket. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm én is a lehetőséget.